Kedves nézők, köszöntöm Önöket műsorunk második részében. Most a következő percekben már elsősorban a húsvét hétfőre koncentrálunk dekorációkban, ízekben, színekben, hangulatokban. A következő percekben pedig a Móra Ferenc Általános Iskolába kukkantunk be, ahol a gyerekek már javában készülődtek a húsvétra, sőt, verset mondtak, locsolkodtak, úgyhogy következzen a Mórás gyerekek húsvétja. Nyalka legény vagyok, lányokhoz indulok, mert van minden lánynak, rózsavizet hozok. Megöntözöm őket, mint a virágokat, nem venném lelkemre, hogy elhergadjanak. Ám e fontos munkám, ingyen nem tehetem, cserébe a hímes tojást sorra ide kérem. Az iskolánk nagyon fontosnak tartja a hagyományápolást, és úgy érezzük, hogy a gyerekeket minél hamarabb meg kell ismertetni a hagyományokkal, meg kell velük szeretetni, és hiszen ez harmonikusabbá teheti az életüket, a lelküket erősíti, és az a szeretetüket. A nagyobb ünnepek mellett a kisebbekre is odafigyelünk, például voltunk szüretelni, vagy a ruccanapi vigasságokat említeném meg az iskolában, amikor a néptánc és a népzene nagyon fontos szerepet kapott, karácsonykor a betlehemezés, farsangot ünneplünk, vannak osztályok, akik a kiszebábú égetésre is elmennek, illetve folyamatosan is őrizzük a hagyományokat, mert a népdaléneklési versenyünk, a népmese napja nagyon fontos szerepet kap az iskola életében. Ez a korosztály rendkívül partner, mert ő még kicsik, és nagyon befogadóak, és nagyon lelkesek, lelkesen készülnek ezekre az alkalmakra. És úgy gondolom, hogy ebben a korban legjobb elkezdeni ezeket a hagyományokat megismerni, és tehát nagyon készülnek, hozzák a kis verseiket, nagyon szeretik a tojást, festést, a rajzolást, a színezést, rengeteget színeztünk, festettünk, tehát nagyon fogékonyak és nagyon partnerek ebben. Mindig szoktunk kalácsot sütni, tojást festeni, sonkát főzni és sárga túrót csinálni. Apukámmal és megyünk a két mamához, és meg szoktuk őket locsolni, és amikor hazaérünk, nagyon sok tojást gyűjtünk össze. Mi is így kalácsot, meg sonkát, meg hogy készülődünk, meg feldíszítjük húsvéti dekorációkkal a szobánkat, meg hogy az ajtóra is ilyen húsvéti tojásokat rakunk. Én felkelek egyedül, akkor apa mindenkit meg szokott locsolni, úgyhogy enged egy pohárba a csapból vizet, és leönti a nyakunkat. Meg apával szoktam menni mamáékhoz locsolni, meg engem is papa meg szokott locsolni. Mi vagy veszünk ilyen kis tojásokat, vagy pedig ritkán szoktunk főzni. Kifőzzük, de veszünk ilyen kis műanyagokat, és azokat is be szoktuk festeni. Mi úgy szoktunk készülni, hogy egy tojást kifújunk, veszünk hozzá festéket, vagy hagymahéjába megfőzzük. Köszönöm, hogy köszöntöttél! Magamban azon mosolyogtam, hogy úgy állunk itt Szabó Veronikával, mint amikor a lányok várják, hogy jöjjenek a fiúk és locsoljanak, bennem mindig van egy ilyen kis szorongás, vagy nem is tudom, úgy izgulok, hogy el tudják-e mondani a verset. És hát egy gyönyörű terített asztallal készültél, amiben persze finomságok nincsenek, bár hamarosan arról is szótejtünk itt a weekendben, viszont gyönyörűbbnél gyönyörűbb dekorációkat készítettél. Ugye jó pár éve már megszoktuk azt, hogy akár ajtódíszek, tehát ilyen kis adventi koszorúk analógiájára húsvéti koszorúk fogadják már a vendégeket, és hát az asztalon is mindenféle szépségek.
Mióta van ennek egyébként itt Magyarországon ilyenfajta hagyománya, hogy nem csak a tojás és a sonka kerül az asztalra, hanem a díszítés is tényleg nagyon szép? Szerintem nagyon-nagyon régóta, hiszen én a gyerekkoromból emlékszem, hogy a tojásokat festettük, még nem ezzel a módszerrel, hanem a hagyományos módszerekkel, még hagymahéjjal, illetve már akkor festékekkel, tehát ilyen tojásfestékekkel. De az elmúlt 10 évben a kreatív hobbi is betör szinte minden területre, minden ünnepünkhöz is kapcsolódóan egyre különlegesebb és egyre szebb dekorációkat tudunk készíteni, amihez számtalan alapanyag van. Így a húsvét is egyre inkább teret kap a kreatív hobbi területén is, és számtalan nagyon-nagyon, mint ahogy látszod is, nagyon-nagyon sokféle lehetőség van már a dekoráláshoz, mind ahogy mondtad az ajtóhoz, bár én most ajtódekorációkat nem hoztam, most inkább asztaldekorációkat hoztam, mert ilyeneket még nem mutogattunk itt nálatok a Vikendben. Tehát az asztalra is már úgy, ahogy megterítünk egy asztalt, és mindenféle szépséget szeretnénk arra az asztalra tenni karácsonykor, így húsvétkor is egyre több szépséget lehet rakni, illetve én a konyhám ablakába is szoktam tenni ilyenkor már dekorációkat, tavaszi, szezonnak megfelelő dekorációkat. És ugye ameddig karácsonykor inkább az arany, a piros, a zöld, a klasszikus karácsonyi színek, ilyenkor tavasszal már a természetnek az újjászületését ünnepeljük, bár azt gondolom, és nagyon gyanús, hogy kicsit talán a trendek is közbe szólnak, ugye, mert hogy ezek a gyönyörű púder színek, a kék, a halványkék, illetve a lilának az árnyalatai, állítólag a lila a 2018-as esztendő színe, úgyhogy gondolom ez is megjelenik. Valamint azt hiszem, hogy érdemes ahhoz is dekorálni, hogy kinek milyen tányérja van, vagy tényleg milyen a lakásban a színek dominanciája. Én el tudom képzelni, hogy ha mondjuk lány lennék, és akkor jó, nő vagyok, de hogyha várnám az udvarlómat, akkor lehet, hogy készítenék neki valamilyen szuper asztaldekorációt, és neki is ajándékoznám. Tehát, hogy már nem csak egy hímes tojást lehet ajándékba adni, hanem egy ilyen gyönyörű dolgot is. Magát a tojásokat is lehet különböző technikákkal készíteni? Mik a legkülönlegesebbek? Mint ahogy látod, tehát itt vannak olyan tojások, ami rendes tyúktojás, ami ki van törve, és abban gyertya van öntve. Ez nagyon cuki, ott van egy kis fészek, nem tudom, meg tudjuk-e mutatni egy picit közelebbről. Aztán vannak a hungarocell tojások, a műanyag tojások, amiket számtalan módszerrel lehet dekorálni, vannak a kerámia tojások, vannak már ilyen kerámia bombonierek is, amit lehet dekorálni. Most az idei évnek, illetve legújabb trendje és kedvence, ez két fajta alapanyag, amivel most én dolgoztam. Az egyik az a moha effekt, tehát ennek a friss tavaszi zöldnek a tojásokon való imitálása, úgy, hogy nem szárad el, hanem ez egy tartós dekoráció, egy dísz. Ez, amit én most igen, itt látok, én most, ami ugye? A kezedben van, és ezen árvácskák vannak, és a kolléganőmnek, Juditkának a kezemunkája, ez süthetőgyurmából készült árvácskák kerülnek rá. Szép, de annyira kis aprólékos, hogy nem is tudom, ezt így kézzel munkálta? Ezt kézzel, igen, ezt kézzel készíti. Ó, hát vagy nem éri stressz, vagy pedig a stresszt azt így vezeti le, mert ezek tényleg gyönyörűek. Közben szerintem, hogyha meg is mutatod, hogy készülnek ezek, akkor hát ha ötletet adunk valakinek, hiszen ugye még most péntek este lévén azért szerintem van ideje a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, akár holnap a szombati napon, vagy talán még vasárnap is, hogyha nem a kisvárdai gasztrofesztiválon eszik a különböző finomságokat, és headbangelnek az utcazenekar programjára. Ez a mohás tojás rettentően egyszerűen elkészíthető, tehát nagyon-nagyon egyszerű. Paszták kellenek hozzá, ezek a különböző paszták. Ez kőpasztának hívjuk, tehát ilyen kőhatást lehet vele elérni. Ezt nálatok a bíborkába, gondolom, be is lehet szerezni.
Ebből én két színt használtam ehhez a tojáshoz, a zöldet, illetve ezt a mustársárga színűt, ezt a kettőt kentem fel. Ez egyébként hungarocell tojás? Ez egy hungarocell, egy egyszerű hungarocell tojás. És megnézhetem, hogy milyen maga ez az anyag. Ez egy picit egy olyan beszáradó, félben levő gyurmára emlékeztet. Itt, hogyha megnézed, tehát ez egy ilyen kenhető anyag, tehát egy ilyen, a festéknek az illatát érzed rajta, semmi. És akkor ezt festőkéssel vagy spatulával így egyszerűen fel kell kenni, ez körülbelül egy 20 perc alatt megszárad, tehát ilyen keményre szárad, és aztán jön rá a moha effekt, tehát ebből a sárgából és a zöldből is kentem rá. Tehát minél, ez a moha effekt, ez a zöld nem, paszta? Nem, ez, nem, ez ja, még nem. A kőpaszta, tehát ez minél jobban kőhatású legyen, úgy kenjük rá, és a moha effekt pedig, ennek is két árnyalata van, van egy sötétebb és egy világosabb. Az ember mindig árnyalata. Tanul, kedves nézők. Most az jutott eszembe, hogy sok nézőnek a moha szüzességét elvesszük ezzel az információval. Hogy igen, mert ahogy a nap éri a mohát, tehát minél élethűbbé szeretnénk varázsolni ezt a dekorációt, és ahogy a nap éri a mohát, úgy van sötétebb és világosabb árnyalata, attól függ. És ez is egy pasztaszerű, csak ebben ilyen szálasabb anyagok vannak, és ezt, hogyha felhúzzuk, erre a eleve ilyen zöldes, azért választottam ebből a kőpasztából, egyébként 8 féle szín van, van szürke is, és hogyha ezeket így rá húzzuk, és egy picit ilyen szálasan hagyjuk, olyan, mint hogyha... Nem kell tökéletesen befenni, nem kell tökéletesen ez a lényeg, hanem ilyen rusztikus legyen a felület. Így van, ilyen rusztikusan, nem mindenhol, csak itt-ott, úgy, ahogy a moha is befedi a követ, tehát nem egyenletesen, hanem itt-ott befedve. Ez az ilyen volt, ilyen lett, ugye? Ezt így látja van. Most a kedves néző. Tehát egyszerűen ezt a pasztát így felhúzzuk rá, és egy kicsit hogy szálas legyen. Az, amit ott láttunk, az a kis állványzat, ami egyébként akár egy ilyen kis modern installáció gyanánt is elképzelhető. Ugye az azért van csak, hogy ott tudjad rajta szárítgatni. Így van, tehát ez egy fogpiszkáló. A fogpiszkálót beleszúrjuk a hungarocell tojásba, és könnyebb vele dolgozni, tehát egyszerűbb így megfogni, és könnyebb vele dolgozni, és a szárítás során is nem kenni össze az asztalt, hanem beleszúrjuk, és egyszerűen szárítható. Most, aki nem tud ilyen süthető gyurmából árvácskát csinálni, azért ne gondolkodjon a harakiriben. Élőt is nyugodtan adhat, vagy rakhat rá. Bármit rátett, sőt, szerintem nem is muszáj. Tehát, hogyha tényleg nagyon rusztikusak akarunk lenni, akkor akár ezzel a kis párgával, vagy valamilyen kis zsineggel körbekötjük, és ezt is mutatom, hogy milyen cuki, ez egy kis kosárka, benne van egy kis szalma, meg ilyen kis fa, darabok, de egyébként azt gondolom, a gyerekek annyira kreatívak, bármit, amit találnak a természetben, azt simán oda lehet tenni, és gyönyörű, mutatós. És persze hát ajándékba is lehet adni, nem csak a piros tojást, meg nem csak a csoki tojást, hanem ezek valóban nagyon szépek. Ott elől, miközben ugye te most ezt meg is egy mutatod, hogy hogy kerül rá. Ragasztaná ezt a spárgát, illetve ezzel a hobbi ragasztóval szépen az árvácskát is azzal ragasztottam rá. Ennek kell körülbelül egy 20 perc, hogy megkössön, hogy ne essen le, tehát ezzel szépen akkor így meg lehet ragasztani. De itt mutatok egy másik trükköt. Jó, mondjuk erre a mohásra nem illik a csipke, de aki nem tud ilyen, leragadtam az árvácskán, a sütető árvácskán, aki nem de tud tollal árvácskán, is bármivel lehet de dekorálni. Esetleg kimegy a tojásért a tyúkolba, az tőle. Nyugodtan szedhet össze. De egyébként a kreatív hobbi boltokban lehet már kapni ilyen kész kis apró dekorációkat, és azokat is rá lehet rakni. És azért még beszéljünk, ha még van egy kis időnk, ugye erről a klasszikus húsvéti dekorációról, amikor barkára akaszgatunk föl tojásokat, vagy akár mi mást is lehet, mert ahogy látom, itt is még kis virágocskák is kerültek erre a fára. Ezek egyszerű kis papírvirágok. Ez a tavaszt, mikor elkezd a fák elkezdenek virágozni, ez annak a kis imitációja. Ezek papírvirágok. Én jobban szeretem a természetes dolgokat, tehát én sejemvirággal kevésbé dolgozok, és ezért ilyen pici kis papírvirágokat raktam. Ez egyébként megyfának az ága, és arra van. Ezek egyszerű, vannak ilyen speciális vágógépek, amivel ilyen virágokat lehet vágni, de egyszerűen el lehet készíteni papírból is, illetve kész ilyen papírvirágok is vannak.
Egy kicsit beszéljünk már a nyúlról, jó? Nem engedlek el, mert nyilván te ezekről is tudsz, hogy minek mi a szimbóluma, hogy igazándiból hogyan került akkor a nyúl a kosárba? A kosárba? A kosárba? Hát ez a tyúk és a tojás esete. Egyébként én amikor most készítettem, megfigyeltem, hogy mi az, ami kedvenc, mi áll közelebb az emberekhez. Ugye a bárány, a tyúk és a nyúl azok, ami ilyenkor húsvéti dekorációban megjelennek, és tényleg a nyúl az, amit a legjobban kedvelnek az emberek általában, az, ami jobban köthető a húsvéthoz, vagy jobban kötnek a húsvéthoz. Ez a nyúlas dekorációk mennek jobban. Ugye szerintem a természet újjászületése, a születés, a termék, ugye, ami a nyusziknál azért valljuk be egyik fő tulajdonságuk, valamelyest gondolom, hogy így került kapcsolatba a húsvéttal. Azt minden esetre fontosnak tartom elmondani, és szerintem te is egyetértesz vele, hogy azért nagyon cuki a nyuszi, de tényleg csak az vegyen nyulat, aki aztán utána huzamosabb ideig is tudja. Sokkal egyszerűbb egy ilyen kis dekorációs nyuszit elkészíteni, mint egy élő nyulat. Én tudom, nekünk nyulunk is volt, mindenféle állatunk, és hát bizony azért a nyuszi mindent megrág, hogyha kiengedjük, akkor nincs olyan vezeték, amit ne rágna el. Egyébként meg hát úgy lakásban nagyon-nagyon kell takarítani, mert hát sajnos a nyuszinak nem emberszaga van, hanem nyuszi szaga. Már csak egy kérdés, ugye, hát most a húsvéti dekoráció volt középpontban, mi lesz a következő olyan ünnep, amire ti ott a bíborkában készültek? A tavasz, ugye a tavasz, és mindjárt itt az anyák napja. Tehát az egyik legszebb ünnep, ugye az anyák napja, amire mindenki nagyon-nagyon készül, és nagyon-nagyon fontos ünnep az életében. Igaz, az apák napja is egyre inkább, de az anyák napja, meg a ballagások jönnek aztán. Na hát, akinek nincs ötlete szerintem, mert azt gondolja, hogy már mindent vett az anyukájának, az úgy gondolom, hogy nálatok biztos kitalálhat valami olyasmit, ami még eddig nem került az édesanyjának a kezeibe. Köszönjük szépen, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk, és ha már terített asztalról volt szó, akkor itt az ideje, hogy most már arról is beszéljünk, hogy mi minden kerülhet a húsvéti asztalra. Hát ugye a végén csattan az ostor kollégáim, mint a Pavlov kutyája, itt gyakorlatilag a nyár elválasztásukkal küzdenek, de hát ugye egy ilyen dolgos nap után ez teljesen természetes, hogy megéhezik az ember, és húsvét előtt meg főleg ugye nagyon, nagyon erőteljesen koncentrálunk arra, hogy mi is kerüljön az asztalra. Hát a szendvics futár ugye már megszokta, hogy különböző elvárásai vannak a kedves kuncsafnak. Ilyenkor húsvéttáján ezek bonyolódnak, vagy egyszerűsödnek? Hogy látod? Mik azok, amiket az emberek mondjuk akár egy-egy ilyen ünnepre rendelnek? Inkább a klasszikus ízeket, vagy a különlegességeket? Én úgy gondolom, hogy most a húsvét kapcsán jellemzően inkább a sonkaféleségek, kolbász, sajtok, tehát ilyenek kerülnek az asztalra, és nem feltétlenül a mi szendvicseink, akár a parti szendvicsekre gondolok, akár a egyéb szendvicseinkre. Mint ahogy látható, a régi retro szendvics azért úgy gondolom, hogy manapság már szintén nem kerül fel az asztalra. Bár... Most ugye hoztál itt kifejezetten egy ilyen retro szendvics összeállítást. Igen, még gyerekkorunkról még emlékszünk, hogy körülbelül ilyeneket tapasztaltunk minden egyes lányosháznál, amikor csak egy szendvicset együnk már, csak egy üdítőt ígyunk már meg, és tényleg egy kaptafára készült, mert azért hozzáteszem, hogy a hozzávalóknak a szélessége azért az nem olyan nagy volt akkoriban, mint a mai nap poker során. Ebből is látszik, hogy körülbelül a parizeres és a téli szalámi szendvics helyett már milyen újabb fajta szendvicseket tudunk az asztalra tenni. Hozzáteszem, hogy nekünk is közel 30 féle parti szendvicsünk van, tehát a halas kaviárostól kezdve a egyszerűbb vegetáriánus szendvicsekhez viszonyítva, tehát nagyon sok fajta van, nagyon érdekesek a látványok, az ízkavalkádok is ki vannak találva. Nálunk egy franchise alapján egy országos franchise vagyunk, egy magyar indítatású franchise. Annak idején kitalálták ezeket a parti szendvicseket is, és nagyon sokat kísérleteztek, hogy szemre is, és íze is nagyon finomak legyenek. Visszatérve a kérdésre, az ünnepek során nem jellemző, hogy ezeket a jellegű szendvicseket raknák fel akár a háziasszonyok is, mert borzasztó pepecs munka, tehát egy ilyen parti szendvicset egy darabot 3 perc, míg összerak egy ember kezdetektől nálatok? A végéig. Nálunk. És ők már
profik nyilván, tehát nyilván. A kezdőknek az akár 5 perc is akár lehet. 5 perc, tehát itt most az elkezdem a vajazást, felvágást, tehát nagyon hosszú idő elkészíteni. Nyilván a látványért meg kell dolgozni, sokat kell érte tenni, de amikor egy hatalmas tálcán rengeteg ilyen szendvics sorakozik, akkor valóban a vendégeknek a nyála választása megindul, és nem tudják, hogy hova kapkodjanak. Nyilván a régi rendszerben egyet megettünk, és az osztalék volt, itt pedig egymás után kapkodjuk a szendvicseket. Hát így van, mert mondjuk, hogyha megeszek 2 parizeres szendvicset, ugye akkor tudom, hogy a harmadikkal körülbelül ugyanazzal az ízzel találkozok, tehát igazándiból, ha nem vagyok farkaséhes, akkor nem vagyok motivált, de itt ez a szemem kívánja klasszikus esete lép fel, hiszen látom, hogy azon is más van, meg azon is, az ember nyilván kíváncsi, és hajlamos esetleg túl is enni magát. Azon gondolkodtam, itt elnézve, ugye gyakorlatilag az akkor és most állapotot demonstráltad ezzel a 2 tálcával, hogy gyakorlatilag itt a fantázia végtelen variációt és lehetőséget kínál, és ahogy említetted, ugye már nem csak parizert lehet kapni meg téli szalámit, hanem rengetegféle alapanyagot, ami viszont manapság már a tudatosan táplálkozó embert a legtöbbször ugye érdekli, hogy vajon mi is van benne, sajnos egyre több az allergiás, és ugye az allergiának nagyon széles spektrumával küzdenek az emberek, nagyon sok az ételallergiás is. Mit tudsz elmondani például ezekről az alapanyagokról, amikből készítitek a szendvicseiteket? Jellemzően azért már egészségtudatosan élünk és választunk is, nekünk is a honlapon a sokfajta szendvics közül le vannak írva az összetevők, a főbb összetevői természetesen, és rögtön egy vegetáriánus tud magának választani egy vegetáriánus, akár a francia salátás vegetáriánus szendvicset is, de hogyha valaki a húsos fajtákat kedveli, mint a hagyományos kolbászos téli szalámis szendvics, azért a kettő között van egy kis különbség így ránézésre, és a parizeres helyett ott látható egy sonkás szendvics is, tehát mindjárt másabbul néz ki, holott az összetevők egy picivel másabbak, hozzáteszem, azonban mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a mi parti szendvicseink, amik ezek a látvány szendvicseket tartalmazzák, jóval egészségesebbek, mert megszoktuk a régi retrón a piros aranyat. Igen, tudom, az jó, mert szétkente mindig az ember a száját, meg az arcán, a pulcsiát, és mindenét, a fehér pólót, igaz, a nyakendő mögött szétkentük, de összességében nem feltétlenül egészséges összetevők. Rengeteg só van benne. Rengeteg só van benne, és adalékanyag, míg a látható, a mi szendvicsünkön végül is a díszítéssel minden azt lehet mondani, hogy szárított zöldségeket, illetve friss zöldségeket használunk, a felvágottak azok pedig olyanok, amilyenek uniós elvárásoknak megfelelő, most ez vagy egészséges, vagy kevésbé egészséges, de mindenképpen próbálunk az egészséges alapanyagok felé elmozdulni, és valóban ezt a piac igényli, és úgy, mint ahogy valaki a fehér kenyeret, vagy pedig a volkan kenyeret kifejezetten kéri, tehát még a gluténérzékenyekre is tudunk odafigyelni ezekben a dolgokban. Pont arra gondoltam, hogy aki azt mondja, hogy nézzél, a szendvics unalmas, hát ugye ez biztosan nem így van, tehát még a legkülönlegesebb ízlésnek és a legválogatósabb ügyfeleknek is meg tudtak ezekkel a dolgokkal felelni. A másik dolog, amit így elnéztem ezen a szendvicsen, hogy itt vannak a saláták. Most megmondom őszintén, hogy én háziasszonyként azzal küzdök, és mindenki gondolom, hogy az idővel, hogy azért ezt illik megmosni, bármilyen módon is érkezik az asztalra, tehát akár salátaként, akár egy ilyen zacskós formában, és mire azt megszárítgatom, meg minden, ha nem szárítgatom meg, akkor elázik a szendvics, tehát sokszor az ember nem tud beletenni annyi energiát, vagy ha bele is tesz, nem ugyanez lesz, ugye nyilvánvalóan a végeredmény, mint amit itt látunk. Valami kulisszatitkot elárulsz, vagy ezt egy pár órával hamarabb illik megmosni? Hogy készül ez nálad? Jellemzően mi nem szoktunk koszos zöldségekkel foglalkozni, hanem inkább már előkészített konyhakész termékeket szoktunk drágában, de mégis úgy vásárolni, mert jóval szaporább vele dolgozni. Azonban például ettől függetlenül egy lolósalátát mindenképpen még egyszer át kell mosni. Azonban nem úgy szárítjuk már, hogy a törölközők között ide-oda limbáljuk, dobáljuk, hanem már erre vannak egyszerű speciális centrifugális elven működő gépek, amik alatt pillanatok alatt megforgatjuk, és valóban szárazra, felrakhatóra
szárítjuk és tisztítjuk magát a speciális zöldséget hozzá, és ezáltal nem áztatjuk el a kenyeret, úgyhogy mindenképpen ilyen egyszerű kézi berendezéseket vásárolni kell, gondolom ilyen műanyagos kellékes boltokban lehet kisebb méretűeket is venni, és akkor lényegesen használni is kell, használni nem csak megvenni. És akkor ezzel meg tudjátok rövidíteni az előkészületeket, és akkor lehet, hogy lényegesen több zöldséget fogtok ti is fogyasztani, főleg a nők nagyon imádják a különféle zöldségeket. Szóli, neked mi a kedvenced? Melyik szendvics? Nekem nincsen kedvencem, én húsos fajta vagyok, szoktam sokszor készíteni, és akkor na még pluszba egy ilyet, plusz egy olyat, de valaki a lazacos szendvicsre esküszik, valakinek csak a kaviár, de volt már a franchise során olyan kérés is, hogy ő aranyporos szendvicset kér. Nyilván erre is megvan a megoldás, de mindenképpen aki szoktuk mondani, hogy nem tud a honlapról választani a többfajta szendvics közül, akkor találjon ki magának egy egyedit, és megpróbáljuk mindenképpen és azt is teljesíteni. És elkészítitek. Hát akkor az biztos, hogy sem húsvétkor, sem az év többi napján nálatok senki nem marad éhesen, úgyhogy kívánunk akkor boldog húsvéti ünnepeket, és reméljük, hogy sokan éppen a ti cégeteknél találják meg majd a legkellemesebb húsvéti ízt is a saját asztalukra. Kedves nézők, reméljük, hogy sok hasznos információval tettük Önöket ma este is gazdagabbá. Kívánunk nagyon kellemes hétvégét, jó pihenést, és természetesen szép áldott húsvéti ünnepeket. Viszontlátásra!